28 éve a nagyszülősi magyarság ebben az épületben tanul, a gyermekeink ebben az épületben tanulnak, de sporttermünk soha nem volt. Volt két osztályunk, amelyiknek kivettük a közfalát, abban alakítottunk ki egy sporttermecskét, de gondolom érti, hogy egy sportteremhez semmi köze nem volt, úgyhogy kora tavasztól, késő őszig a gyermekeink sportoltak, tornaórákat a tanáraink vezettek itt az iskola udvarán. Ez a Ugocsa vármegye háza. Itt egy gyár volt, és a magyar iskola pedig a 8-as iskolán belül működött egy-egy osztály. És a város magyarsága elhatározta, hogy külön iskolát indít, mert azelőtt 10 évvel volt magyar iskola. Ebben oroszlán része volt Milován Jolánnak és Cirók Évának, hogy írták a leveleket, szervezték az embereket, és sikerült külön választani a Terényi Zsigmond iskolát a 8-astól. És megkaptuk ezt az épületet, de még mindig benne volt a gyár az alsó részben, és akkor el kell mondanom, hogy Bíró Andor nagyon sokat segített a rendbehozatalához. Ez egy szörny állapotban lévő épület volt, de szeptember 1-ére megszólalt a csengő.